Vannak, akik csak 4 évente ünneplik születésnapjukat, mégis ugyanúgy idősödnek, mint bárki más. Ők azok, akik február 29-én születtek. De vajon valójában ez a szökőnap? A válasz nem. A teljes igazság az, hogy az évszakok, illetve a csillagászati jelenségek, események nem egész számú napok szerint ismétlődnek. Emiatt a naptár, amely ugyanannyi napot tartalmaz, mindig egy kissé elcsúszik az ismétlődő csillagászati eseményekhez képest, ennek kiküszöbölése miatt vezették be a szökőévet. Markovics Tüszkő Boglárka kisfia, Markovics Áron most 8 éves, ő is 29-én ünnepel hivatalosan. Az édesanyja elmondta, minden évben megtartják a születésnapját, de ez az év még különlegesebb számukra. Mindig nagy örömmel várjuk ezt a nagyon érdekes napot. Az előző szülinapján, ami igazi szülinap volt, az azért volt nagyon érdekes, mert pont szombatra esett, úgyhogy már jó előre játszóházat foglaltam. Most viszont már igazából hetek óta ünneplünk, és várjuk nagyon a 29-ét, a csütörtöki napot, ahol az iskolában is megünneplik, és majd a barátokkal is ünnepeljük őt. Kis Éva ikreknek adott életet ezen a napon, pontosan 12 évvel ezelőtt. Rabovszki Dóra különlegesnek érzi, hogy szökőévben született, még ha csak 4 évente is van a hivatalos születésnapja. Minden évben megtartjuk, mindig 28-án, február 28-án, és így minden évben ugyanolyan, mint hogyha 28-án lenne a szülinapom, csak 4 évente ugye 29-én. Korecz Tibor csütörtökön tölti be a 18. életévét, persze csak ha 4 évente ünnepelné, de természetesen minden esztendőben megemlékeznek róla barátai, családtagjai. Minden évben, pontosabban amikor születésnap van, akkor csak megköszöntenek. Hát amikor 4 év van, akkor annyiból előnyös, hogy akkor jobban. Tehát ez egy pozitívum. Naptári napok ide vagy oda, egy biztos, mindannyian ugyanúgy idősödünk, ám az úgynevezett szökőnap nem a toldaléknap február 29-e, mint arra többnyire gondolnak, hanem február 24-e. Ez naptártörténeti okokra vezethető vissza, mely szerint szökőévben a február hónap egy toldaléknapot kap.